Szia Viktor! Nagyon jók ezek a műsorok. Nyilván csak te teszel hozzá szakmai tudást ehhez is, mint a Serie A magazinokhoz, milyen bajban van most a Sport TV. Amiket mondasz, az alapján tök érdekes nézni a kézit, pedig mostanában már nem nagyon néztem. Vannak emberek. Igen, én hát ilyenek is vannak, meg más. És kicsit akkor megsértődtem, de azért mondjuk kiderült az üzenet második felé, ből, hogy nem igazán ért a kézilabdához, ezért gondolja azt, hogy a Viktor tesz hozzá szakmailag sokat. És akkor kaptam én is egyet. Nyugtassatok meg, hogy András végértette a cinizmust a MOL és a multicégek szponzorációja témakörében. Ez pedig Szilárd írta. Még nem teljesen, de majd ha belemegyünk, akkor elmagyarázzátok. Egyébként pont Imre is írt szponzoráció kapcsán, aztán majd mindjárt áttérünk a mai adásra. Ha már a hétfői adásban előkerült a szponzor téma, jó kérdés, hogy a Telekom miért nem támogatja az FTC kézi szakosztályát. Az összes szakosztályban foci, vízilabda, jégkorong támogatja az egyesületet, a kéziben valamiért nem. Szerintem erre még sor kerülhet. Mondjuk, ha még zsákban vinnék a pénzt, vagy nylon szatyorban, akkor nem kéne messzire hordani onnan a Telekom székházban. Szerinted lesz még most ilyen? Nagyon nagy változások vannak a Fradi női kézilabda csapatánál, úgyhogy szerintem ez is benne van, hogy esetleg a Telekom is megjelenik szponzorként. Akkor ez itt a Vax, és itt nemtől kezdve be is fogjuk ezeket a témákat mutatni kicsit bővebben, amit most te ugye felvezettél, például a Ferencvárosról lesz egy részről szó, illetve hát arról, hogy szeretnék megkérni a vezetőket, hogy ne a Vax felvétel után jelentsék be, hogyha igazolnak valakit, mert rendkívül kellemetlen, hogy mi itt találgatunk, hogy ki jöhet, majd délután megjelenik még adásunk vetítése előtt. Nem? Szerintem nem kellemetlen. Nem? Viszont ugye annak idején elmondtuk, hogy legyenek kedvesek a klubok, akkor a nagy bejelentéseket megtenni, amikor még a felvétel előtt vagyunk, és ne utána, de akkor még csütörtökön vettük fel, nem a nyári időszámítás szerint, úgyhogy lehet, hogy félreértés volt. Tehát mindig a mi műsorunk felvételének időpontjához, tehát most a hétfői időponthoz kellene ezeket igazítani egyelőre. Tehát vasárnap este be kéne jelenteni, vagy hétfőn reggel 9-kor. Igen, addig mindenképpen. Igen. És hát ettől függetlenül nyilván beszélünk arról, hogy a Ferencváros bejelentette azt, amit egyébként sokkal korábban megírtak. Tehát a Ferencváros egyébként jó fej volt, meg kb. Ilyen csütörtök magasságában jelentette be, most nem tudom pontosan, tehát lehet, hogy ők figyeltek arra, amit kértünk, de hogy a Nemzeti Sport viszont már megírta külföldi lapokra hivatkozva, hogy érkezni fog ugye ez a montenegrói válogatott irányító, és hát nagyon kellett a Ferencvárosnak, ugye, hogy valaki segítsen Szucsánszki, illetve Kovacsics sérülése miatt. Rá számítottatok? Egyébként így benne volt az első háromban, akire gondoltatok volna? Nem, de én nem is tudtam őszintén szólni, hogy ő ennyire elvágyik a Buducnosztból. Tehát én azt hittem, hogy neki ott helye van, ott játszhat majd kezdőirányítóként, úgyhogy engem hát nem volt meglepett. Boldogott. Igen, ezt mondta, hogy nem volt boldog, de végül is így, hogy ez kitudódott, nyilván a menedzserén keresztül kitudódott, hogy ő ott nem érzi jól magát, így viszont egy logikus választásnak tűnik számomra. Meg hát ugye nem csak arról volt szó, hogy elvágyódott, hanem tartozott neki annyival a klub, és annyi ideje, hogy ő felbonthatta a szerződését. Igen. Minden további nélkül. Tehát ez nyilván kellett információ a Ferencváros vezetőinek. Most, hogy ez menedzseren keresztül érkezett, de azt sem tartom vagy egyébként. Megizente a vagy, játékos. Igen, lehet, hogy üzent, hogy ő szeret Budapesten császkálni a városban, mert láttam vele egy ilyen rövidebb interjút, ahol ezt elmondta, hogy neki mennyire tetszik Budapest, és akkor még csak egy napja volt itt, tehát nem tudhatta máshonnan, csak hogyha előtte itt járt. Vagy pedig esetleg már az olimpia alatt, amikor ugye ott a helyszínen együtt vannak azért valamennyire a csapatok, még akár ott is megtörténhetett egy kapcsolatfelvétel, jóval előbb. Mi ezt javasoltuk is, hogy egyébként erre kell használni az olimpiát, Elek Gáborék. Igen, körbenéztek és látták, hogy itt van egy montenegrói irányító, egész jó. Egyébként az egész jó az azt jelenti, hogy ugye ő adta a legtöbb gólpaszt a montenegrói csapatban, 24-et, viszont akkor szeretném árnyalni a képet, 23 eladott labda jutott a 24 gólpasszra, és 43%-kal lőtt, ami nem kimagaslóan jó. Némi malíciával mondom, de egyébként nagyon szeretem Háfra Noémit, hogy tulajdonképpen akkor az ő helyére érkezett, mert neki voltak hasonló statisztikái, egészen sok gólt lőtt, viszont sok eladott labdája is volt, és sok gólpassza. És nagyon sok asszisztja volt, tehát őnek is 20 volt, és nagyjából ugyanannyi eladott labdája, úgyhogy hát reméljük, hogy nem csak ilyen szempontból tudja helyettesíteni, illetve azt, hogy Háfra meg nem így fog játszani most már, hanem még jobban majd Győrben. Esetre ahonnan érkezett, ott most gondok lehetnek, mert nem csak ő az egyetlen távozó.
Igen, sokan elmentek. Mondjuk az ő helyére a Pletikosicsot oda vitték, aki még fiatalabb, szerintem képes lesz helyel közel helyettesíteni majd Grbicset. Engem jobban érdekel, hogy mi lesz a Fradiban. És ugye az első felkészülési mérkőzéseken már bemutatta a figurákat, és egész jól működött a játék vele is, úgyhogy ez mindenképpen előremutató, meg egy nagyon nagy pozitívum volt. És hát a Ferencvárosnak, amiről sokan írnak, hogy azért most át fog alakulni a játékos kerete olyan szempontból, hogy már sokkal több lesz a légiós, mint amennyi a magyar. Nem sokkal egyel. Már hogy az eddigiekhez képest egyel lesz. Ugye négyben volt maximalizálva eddig, kimondva kimondatlanul. Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes helyzet ilyen szempontból, mert amikor ügyvezető csere volt a Ferencvárosnál az előző szezon közepén, akkor sokan azt rebesgették, hogy azért, mert az előző vezető az nem szeretett volna eltérni a ferencvárosi tradícióktól, azaz hát én is mondtam, maximálisan négy. Igyekeztem ezt lecsekkolni, ezt az információt. Légióstól. És jött egy új ügyvezető, és szerintem a Fradi most ragyogóan és észrevétlenül használta ki ezt az irányító poszton történt sérülés hullámot ahhoz, hogy eltérjen a csapat eddig megszokott alapgondolatától. De gondolod, hogy ez koncepció volt? Hogy akkor külföldről hozunk? Szerintem ez egy kényszerpálya volt. Örültek, hogy egy kézláb nemzetközi szinten is edzett irányítót tudtak a csapathoz. Lehet, de ez egy ragyogó helyzet, hogyha te meg akarod változtatni a tradicionális felfogást, és ezt viszonylag észrevétlenül akarod megtenni, úgyhogy úgy tudod bemutatni, hogy igazából a helyzet diktálta, hogy te megváltoztasd, ez erre egy ragyogó alkalom volt. És mondjuk, ha az ügyvezetőnek, az újnak Görög úrnak ez volt a célja, amikor ide került, akkor kapva kaphatott az alkalma, hogy na most akkor be lehet még egy légióst hozni, anélkül, hogy a szurkolók ezt szóvá tehetnék, hiszen ebben a helyzetben... Néztem a fórumokat, azért páran szóvá teszik, már így is szóvá függetlenül. Na de képzeld el, mi lett volna akkor, hogyha nem ilyen helyzetben hozzák be az ötödik légióst. Mert ugye most azért, ha a Fradi... Kell más fogást találni a Győrön. Igen, kevés cserével akar játszani mondjuk a Fradi, innentől kezdve, akkor gyakorlatilag öt légióssal a pályán tudja ezt a legkönnyebben megtenni, mondjuk, mert én azt hiszem, hogy a jobb szélen mondjuk Málestein szerintem első számúnak tekinthető ebben a csapatban, Benke beálló poszton első számúnak tekinthető. Bár ő kiváltható szerintem Kisfaludival, és jól is működött a Kisfaludi szekeres duó, én úgy láttam a erdélyi felkészülés. Grbics az irányító, ez teljesen egyértelmű, és akkor Bölk a balátlövő, mondjuk ő tud egész jól hármast védekezni, tehát akkor ez egy jó helyzetben. Igen. Kell cserélni, és ott van Stolle, aki pedig védekezésben erősebb, mint Kluiber. Tehát létezik egy olyan felállás most, mondjuk úgy, hogy a védekezés-támadás csere szempontjából az egyik legjobb, amiben öt légiós van a pályán, és csak a bal szélen és a kapuban van magyar játékos. Ez azért egy alapvetően új helyzet a Ferencváros történetében, és mindezt úgy lépi meg a Fradi, hogy igazából bár vannak, akik felemelik a szavukat, de a többség nem teheti meg, mert ugye a sérülések miatt belesodródott úgymond a Fradi ebbe a szituációba. Azért én hozzátenném, hogyha Grbics nyilatkozatait vesszük, az elég érdekes, ugye, hogy azt mondja, hogy úgy döntöttem, hogy elengedem az adósságaimat, és elmegyek. Tehát, hogy ő ezek szerint ott hagyta a pénzét a Buducsnosznál. Ugye itt két lehetőség is létezik, hogy már annyira nem szeretett ott lenni, hogy ott hagyta, vagy hogy a Fradi annyit ajánlott, hogy megérte azért is ott hagyni. Nagyon sok olyan esetet ismerek a magyar labdarúgás világából elsősorban, és a 2000-es évek első szakaszából, amikor ott hagyták inkább a pénzüket játékosok. Nem zárom ki a második verziót, de inkább ott hagyták, hogy hadd menjek, és keresek máshol, és elegem van ebből. De most olyan is van, amikor meg pont azért maradsz, hogy egyszer majd hátha hozzá persze, ezt a pénzhez. Persze, tehát persze, ilyen igen, is van. Igen. Hát a magyar kézilabdából olyan legendás történetek a Veszprém férfi csapatának egy bizonyos időszakából keringenek, hogy volt olyan játékos, aki azért jött vissza néhány év múlva a Veszprémbe, hogy azt a pénzt, amivel tartozott neki a klub, megkapja. Tehát, hogy igazából ez volt a motiváció. Ez még a reggel előtt volt, akkor még föl se kelt a napszinten. Igen, ez nagyon régen volt. De hogy itt is azért Grbics esetében elhagyni a Buducsnosz Podgoricát, az egy egészen különleges történet, mert ugye eleve Podgoricán született, ott kezdett el kézilabdázni, jó, hogy utána légiósként játszott egy pár helyen, de mindig visszatért, és most ráadásul ugye a szövetségi kapitány a csapat edzője, tehát hogyha ő a válogatottban gondolkodik, akkor a válogatott szempontjából sem feltétlenül jövedelmező neki ott hagyni a klubcsapatot. Tehát ez egy, ilyen szempontból egy nagyon súlyos döntés a játékostól, úgyhogy nagyon súlyos ellenérzések
kellettek, hogy kialakuljanak benne az előző időszakban. Az biztos. Vagy olyan jó pénzt kell, hogy kapjon itt, amiért megéri. Vagy mindkettő. Vagy mindkettő. Minden figyelembe véve szerintem a Ferencváros Európa 5 legjobb csapata közé tartozik. Ez mit szóltatok, amikor ezt olvastátok? Hát a négyet nem mondhatta. Igen. A Fradi nem szokott bejutni a Final Four-on. És mi a négy után következő? Szám az 5. Tehát mindig a Fradi volt a legjobb négyben nem jutó csapat ezek szerint. Mondott más érdekeset is, mert azt mondta, hogy I can say the best fans in Europe. Tehát, hogy itt van a Ferencváros szurkolói a legjobbak, mondhatom. Mondta a nyilatkozatában, ami ugye szerintem ismét egy konfliktus helyzet felvállalása, mert szerintem a Budućnost Podgorica szurkolói magukat nyilvánvalóan a legjobb szurkolóknak nyilván tartják. De most már szerintem mondhatjuk évek óta nincs olyan hangulat a Moráccsában, mint volt a 2000-es évek elején, akkor pokol volt. Most ezek az ultrák távol maradtak egy csomószor a nagy eseményektől is. Lehet, hogy megkértek tőlük igazolványt. Mindenesetre ez egy nagyon furcsa, tehát egy montenegrói válogatott játékos, aki Podgoricáról jön, az ilyet mondjon az első napján gyakorlatilag Budapesten. Nekem ez olyan elég furcsa, és nem is vagyok benne biztos, hogy Gribicnek jót tenne, hogyha ezt montenegrói nyelvre is lefordítanak, vagy szerbre. Egész pontos, lehet, hogy most ilyen haragterápiára kell ma járnia. Vagy igen, lehet, hogy lehet, meg is oldott benne ezzel. Szerintem egy nagyon nagy sértettség, hogyha ilyenek jönnek ki az első alkalommal. Ugye, ami még vele kapcsolatban érdekes, hogy akár a bal szélen is bevethető, mert amikor nem fért be irányítóban, akár a Várdárnál is volt erre példa, vagy a válogatottban is adott esetben, akkor bal szélen is bevetették, tehát minden ellentétes híreszteléssel szemben ő irányító, és amúgy bal szélsőként is játszhat. Ez mondjuk abból a szempontból érdekes most, hogy Hásfalvi is sérült, később, hogyha úgy alakul, akkor Márton helyett. Még a neve is hasonlít a Görbicre, nem csak a igen. Felállás. Igen, tényleg. Milyen, igen, milyen megfigyelő vagyok. A mással hangzókat elmondta Görbic a nevében. A magánhangzókat nem sikerült magával. És egyébként még a keresztneve is, nem? Tehát megnézed azért az Itanából már... Az Anita, Anita igen. Anita, pontosan. Tehát hoppá, várjál. Hány éves? Jó, akkor nem. 25 körül. De, akkor nem mondom a feltételezést. De igen, tehát végül is akkor Görbic Anita. Na de lehet, hogy a Ferencváros, felbukott. És ezt is írják sokan, pont egy ilyen nehéz helyzetben talált valaki olyat, aki viszont hosszú távú megoldás lehet, mert akkor nézzük a másik oldalt. Szucsánszki Zitáról egyre többen írják, nyilván nem tőle tudjuk ezt az információt, tehát ilyen szempontból ez csak találgatás, de hogy lehet, hogy az utolsó szezonja. A Kovacsics Anikónak, a jó Isten tudja, erről beszéltünk, hogy egy ilyen makacs válsérülés mit eredményez, mert azért erről tudnának beszélni jó páran na a jó, kézilabdázók. De is ezt az információt, ezt megtaláltuk valahol, hogy mennyi időre szerződtették? Ja, na ez egyébként ez a legfontosabb, mert hogy ez miért titkos? Lényegtelen ez miért titkos dolog, ugye, egyébként? Hogy... Ez, mert hogy azt például tudjuk, hogy két évre jött a Hársfalvi, azt is tudjuk, hogy két évre jött alá Szőlősi Zácsik, őt viszont nem tudjuk, hogy mennyi időre jött. Lehet, hogy ő egy ilyen opció van, hogy ha egy plusz két év. Én ezt év, feltételezem, vagy... mert hát ugye pont emiatt, hogy hosszabb távon is lehetnek a Ferencvárosnak irányító gondjai, ha nincsen Grbić, ezért logikus lett volna egy olyan szerződés aláírása, hogy egy plusz valahány év, mert hogyha beválik, akkor nyilván mondjuk Szucsánszki esetleges visszavonulása után megoldhatja a posztot. Érdekes, hogy Görög Zsolt azt nyilatkozta, hogy sikeresek leszünk vele a szezonban. Remélem, sikeresek leszünk vele a szezonban. Tehát, hogy ebből az derül ki, hogy erre a szezonra terveznek igen, vele. Igen, de nem szoktak azért előre szezonokra terveket megfogalmazni, vagy vágyakat megfogalmazni vezetők. Na jó, de azt nyilvánosságra szokták hozni, hogy mennyi időre szerződtetnek valakit. És itt ezt az egy információt ezt kifelejtették a közleményekből. Annyit még a két sérült irányítóról, hogy én pont arra gondoltam, hogy Szucsánszki Zita 18-19 éves kora óta szerepel az élvonalban, Kovacsics 16-17, ha jól mondom. Tehát azért eszi a testet az élsport, a kézilabdázás rendesen. Én azt remélem, hogy azért még van idejük, különösen Kovacsics Anikónak, hiszen édesanyaként Szucsánszki Zitának már másra is kell gondolnia. Meglátjuk. Mindenesetre tartsunk már ott, hogy azon lehessen gondolkodni, hogy játszanak, és meddig játszanak. Ugye nagyon érdekes a taktikai szempontból is a helyzet, mert a Ferencvárosnak, ezt itt már sokszor elmondtam, de létezik ez az évtizedes lerohanási stratégiája, amiben az irányító balkettest védekezik. Na most Grbić nem tud balkettest védekezni, tehát ennek a játéknak tökéletesen át kell ilyen szempontból alakulnia, kényszeresen. Most persze mondjuk, hogyha egy ballövő indul a bal kettőből,
ahogy mondjuk az olimpián Zácsik Szandra is többször indult onnan, vagy itt akár Bölk is megteheti, hogy a lerohanást ő szervezi, ugye Bölk alkalmi irányítót játszott is a Fradiban többször, tehát akkor lehet hasonló, de az is elképzelhető, hogy át kell ilyen szempontból szerveznie a lerohanásait a Ferencvárosnak, ezt Tele Gábor tudja, hogy hogyan szeretné, a másik viszont a védekezés. Mert ugye lesz egy olyan játékos, akit gyakorlatilag fixen cserélni kell, ha nem Grbicet kell cserélni, akkor a szélsőt, aki közelebb játszik a padhoz, kell lecserélni, hogy Grbic onnan indulhasson. Ez viszont már egy egészen másik játékrendszer, amiben a szélre igen, teszik le az irányítót, és ő onnan szervezi a lerohanásokat, illetve nagy valószínűséggel alkalmaznia kell majd sokkal sűrűbben egy nyitott védekezést a Fradinak, hogy Kluiber és Grbic pályán tartása esetén ne kelljen mind a kettőjüket cserélni, mert ez mondjuk nem minden csapat ellen és nem minden mérkőzésen fér bele. És ahhoz képest, hogy mennyi elképzelhető vagy akár szükséges változást mondott Viktor, pikpak itt van a szezon kezdete, tehát itt azért iszonyatos sebességgel kell újításokat eszközölni. Mekkora esélyt adtok mondjuk a Ferencvárosnak a Győrrel szemben, ilyen 50-50%-ot most már? Nem vagy tudom. Azért ez még inkább 60-40? Annyi a bizonytalansági tényező, mert ugye a Győrnek gyakorlatilag Ambrose Martinnal a legfontosabb eleme, amire épült volna, az a jó védekezés lett volna, és a világ mondjuk úgy öt legjobb védőspecialistája közül kettő itt volt Győrben, és elment. Tehát rájuk nem építhet, egy teljesen új védekezést kell összehozni a Ambrose Martinnak, és mellette mondjuk a támadójátékban is meghatározó posztokon bukkannak fel új kézilabdázók, tehát a Győr játékának összeállása az lehet, hogy még későbbre várható, mint a Fradié, és nem is tudjuk, hogy mennyire fog sikerülni. Jól számolom, hogy öten érkeztek a győriekhez? Tehát azért az tekintélyes változásnak tekinthető, és tényleg fontos posztokra. És ahogy Viktor is mondja, én is úgy gondolom, hogy a világ legjobb védői közül ment el kettő. Tehát akkor lehet, hogy nem is azt a klasszikus Ambrose Martin féle védekezős játékot fog látni tőlük? Hát csak a terv biztos az. Tehát az nem fog változni. Hát nyilván azt akarja, hiszen ez a védjegye Ambrose Martinnak, úgyhogy nyilván ezt akarja, csak az a kérdés, hogy mennyi idő alatt áll ez össze. A Fradinál is azért vannak bizonytalansági tényezők, most egy párat fel lehetett sorolni, meg megoldandó taktikai feladatokról is lehetett beszélni, és azért, hogyha egy irányítód van, ahogy jelenleg ugye nagyon úgy tűnik, hogy Elek Gábor Tóth Nikivel nem annyira számol, akkor Grbic az irányító, akkor még mindig törékeny a kereted. Most Tóth Nikit, ha már mondtad, pont egy kommentelőnk Imre, aki regényeket ír nekem, és köszönöm, így legalább teljesen update vagyok mindig. Tóth Niki kifejezetten biztató volt, ma támadásban írta az első edzőmeccs után. Szép betörések, remek labdák, labdaszerzések, gólok, gólpasszok, végre játszhatna többet, mert igenis felnőne a feladathoz, és konkurenciát jelenthetne a két válsérült irányítónak, ez az ő véleménye. Mi a ti véleményetek róla, hogy fel tud nőni a feladathoz? Hát mert lehet, hogy most az új irányító érkezés olyan szempontból őt is megnyugtatta, hogy nem lesz a vállán úgymond túl nagy teher. Hát eddig se volt teher, szerintem örült, hogyha játékperceket kapott, de azt nem tudom, hogy majd fogalmazunk akkor így, hogy felnőne a feladathoz, de hogy most itt az idő, hogy akkor kipróbálják és több játék lehetőséget kapjon, mert amit eddig mutatott, az alapján benne van a potenciál, tehát ezt abszolút... De az nagyon más 5-10 perceket játszani, mint de neked lenni az első számú irányító. Igen, de most mondjuk az 5-10 emelkedik 10-15-re teszem azt, 20-ra, az még én nem érzem olyan óriási különbségnek. A probléma az, hogy mondjuk szezon végén azt lehetett látni, hogy Elek Gábor nem bízik benne annyira, hogy a fontos mérkőzéseken bármilyen súlyt helyezzen rá. Egy játékos szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy bízik-e benne az edzője. Tehát, hogyha ez a viszony megváltozik, és ezt a játékos is érzi, akkor sokkal többet fog tudni kihozni magából. Nem tudjuk, edzéseken nyilván jobban látja Elek Gábor, hogy amúgy mire lehet képes Tóth Niki. Úgyhogy ez majd... Egyébként Loga 23 azt írta nekünk, hogy Elek Tóth Nikiről tévében is nyilatkozott olyat valamelyik meccs után, hogy alig tud labdát vezetni, ami elég szomorú egy junior Európa-bajnok kezdőirányító esetében, aki kökény szerint idővel a Fradinak hármas védőben az oszlopa kell, hogy majd legyen. Nem tudom, ezt ti hallottátok-e, vagy láttátok-e az ő játékán, hogy van ilyen problémája? Hát ezt láttam, hogy a fontos meccseken szezon végén nem játszott. Pedig nem volt irányító, vagy legalábbis az első számú irányzott. De, hogy mondjam, tényleg furcsa egyébként,
hogyha ez elhangzott, én nem hallottam, nem láttam, de azért azt a saját fülemmel hallottam, amikor egy válogatott átlövőre azt mondta a szövetségi kapitány egy edzésen, egy világversenyen, és ki fogják találni a megfogalmazásból, hogy ki lehetett az, hogy a technikai perfekció hiányzik a lövéseiből, és mégis már stabilan nem tudom mióta válogatott volt. Na egyébként még a beálló játékról is érdekesket írt Imre, mert azt írta, hogy a beálló téren szerint javulhat a Fradi játék, mert erről sokat beszélünk, mert hogy a Gribics képes oda játszani a beállóknak. Hozzátette, hogy ha Kisfürdi végre elkapná ezeket a labdákat, mert Benke megoldja szerinte. Hát a Bölk-Benke páros kapcsolat azért az működött szerintem az előző szezonban is. Alapvetően a Fradi játék stílusában nem tölt be hangsúlyos szerepet a beálló játék, vagy legalábbis eddig nem töltött be. Hogy ez egy irányító érkezésével megváltozik-e, az kérdés. Amit még egyébként fejtegettek a fórumokon, hogy Pál Tamara állítólag szintén, mert ugye, hogy akkor magyar vagy külföldi, hogy megkeresték, de hogy állítólag ott közbeszólt a Barta úr, de nem tudni, hogy ebből mi az igaz, ez csak egy fórumbejegyzésben olvastam. Erről mi a véleményetek? Mert igazából az is egy ilyen kézenfekvő megoldás lehetett volna. Igen. Most hány győri játékos láttál kölcsönben a Fradiban? De fordítva is kérdezhetném, tehát olyan volt már, hogy megvettek egymástól játékosokat, főleg az Eto'o szokott a Fradiból. Kovacsics járt be fordított utat, de azért, mert ő meg szélen játszott. Hát jó, Győrben. De az régebben ez de így az volt, régebben. Mert a Szamoránszkijék is onnan jöttek. Tehát, hogy régebben fordított volt az irány, amikor a Győrben még a felnőtt csapatban is többen játszottak. Magyarok. De olyan nem volt emlékeim szerint, hogy valakit kölcsön adtak volna. De a kölcsön az nem tipikus. Tehát főleg így ilyen rivalizálásnál szerintem ezt el kell felejteni. Na, térjünk át a Debrecenre, mert hát tőlük szerintem nem csak mi, hanem úgy általában a szakma is sokat vár, illetve nyilván a debreceni szurkolótábor is szerintem most egy ilyen jó szezonban reménykedik. Ott a harmadik hely elég jól kilátásban van, és hát megtartották ugye a sajtótájékoztatót, ahol az EL-ben is messzebbre jutnának, és ők is lenyilatkozták, hogy megcéloznák a dobogót, illetve ami érdekes volt talán ezen a sajtótájékoztatón, hogy Vámos Petrával tárgyalásokat folytat a klubvezetés a hosszabb távú debreceni elköteleződés érdekében, úgyhogy majd beszámolnak az eredményről, tehát ezek szerint ez még nincsen lezárva, tehát komolyan számolnak vele Debrecenben, úgyhogy ő sem megy a Ferencvárosba, mert ugye ezt is sokan fejtegették, talán emlékeztek a Sipszú utánba, hogy biztos majd Elek Gábor rábeszéli, hogy menjen oda a Fradiba. De valamelyikőtök mondott Vámosra egy jó pofa nyilatkozatot, hogy olvastál tőle valamit? Ja, csak annyit, hogy ugye amikor a két irányító megsérült az olimpián, akkor érezte, hogy rá nagyobb teher áramlott. Ez volt a címe ráadásul, vagy valami ilyesmi a cikknek. Hogy nem, hogy fontos szerepe lesz, vagy valami igen, ilyesmi. De hát igen. Igazság szerint, tehát azért ez nem tartozik a megérzés kategóriába, tehát ezt azért tudhatta is. De ami ennél sokkal lényegesebb, az, hogy még mindig nem tudjuk, hogy ki lesz a magyar női kézilabda válogatott szövetségkapitány, és ezt azért itt a Debrecennél hozom fel, mert ilyen szempontból is egy jelentős fordulat következik be a magyar kézilabdában, mert hogyha elkezdtem ugye mondani, hogy most már öten lehetnek ott a pályán egyszerre légiósok a Fradiban, és hogy ez nem is ördögtől való a jelenlegi helyzetben, akkor viszont ugye azon, hogy Háfra is elment, Sacül is elment, és korábban is mentek el válogatott játékosok a Fradiból, könnyen elképzelhető, hogy eltolódik a magyar játékosok súlypontja Debrecenbe. És azért megnézzük ezt a csapatot. Most, ha gyorsan összeszámoljuk, akkor lehet, hogy Debrecenből lehetnek a legtöbben, de a Győrben is vannak most, és a Fradiban is. Tehát én nagyjából hasonló létszám. Igen, de a belső posztokat veszem, akkor most van egy olyan lehetőség, hogy akár a Debrecenre is lehetne építeni a válogatott gerincét. És a debreceni edzőre is, akár tehát Szilágyi Zoltánra? Most, hogy ő szóba került, mint szövetségkapitány, majdnem, hogy kizártnak tartom, de nem azért tartom ezt kizártnak, mert hogy ne lenne meg a képesség benne, mert ugye mondjuk Vácot szerintem kifejezetten jó munkát végzett, tehát azért az egy erős csapat volt hosszú éveken keresztül, csak ez egy más szint. És mondjuk Golovinnal szemben ő nem dolgozott együtt a válogatott gerincét, legalábbis szerintünk, meg a közvélemény szerint adó juniorokkal. Tehát, hogy ilyen szempontból vannak objektív tényezők, amelyekben hátrányban van a bizonyos vetélytársakkal szemben. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy Planeta Simonetta az előző
fél évtized legjobban sikerült világversenyén milyen szerepet töltött be, ugye ez az Európa-bajnokság, ahol a hetedik lett a magyar válogatott, aminek köszönhetően az olimpiai kvalifikációra kijutott. Ott ő most Debrecenben lesz, hogy mellette Bordás, akire szerintem a védekezésben Elek Gábor is úgy gondolt, hogy hosszabb távon is számíthat a válogatott, hogy ott van Tóvizi, aki egyébként szintén a fiatal generáció tagja, hogy Vámos Petra, aki most az olimpián bizonyította, hogy az idősek után talán ő az, aki komoly szerepet játszhat irányítóban, hogy ott van az a Kovács Anna, aki sokak szerint a válogatottban még mindig figyelembe vehető, vagy figyelembe veendő lenne, akkor azt lehet mondani, hogy a belső posztokon van egy olyan mag Debrecenben, amelyikre a védekezés nem csak közepét, mert hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk Planéta és Tóvizi védekezik hármast, Vámos és Bordás kettest, meg Bordás Debrecenben szokott kettest, akkor akár a belső négy posztot is lehet a védekezésben a Debrecenre alakítani, és mondjuk a balkezes stratégiát, hogy mikor ki legyen a pályán, hogy lehet cserélni Planétával és Kovács Annával, ki lehet alakítani, akkor ez alkalmas arra, hogy akár a válogatott gerince a Debrecenre épüljön, vagy a csapatnak legyen egy debreceni játéka is a válogatottnak. Mellette lehetne egy ferencvárosi vagy ferencváros-győri, de lehetne egy stabil debreceni. Tehát én nekem ilyen szempontból érdekes most a Debrecen projektje. Igen, ugye tavaly ötödik helyen végeztek, most a harmadik helyre vágynak, elment ugye Győrbe a Despotovics, viszont érkezett például Costa a szélre. Igen, meg hát Jezsikava, hogyha már Despotovics posztjánál vagyunk, ő már játszott itt. Planéta kapcsán ugye az nagy kérdés szerintem mindenki számára, hogy ha jól mondom, akkor 791 nap után játszott újra mérkőzést májusban. Tehát, hogy milyen állapotban lesz a hosszú kihagyás után, a sérülései után. De hogyha jó állapotban lesz, akkor Kovács Annával jobb átlövőben brutálisan erős kettőst alkotnak. Én egy picit karcsúnak érzem, a létszámban legalábbis, minőségben nem, a bal átlövő irányító pozícióban őket. Ugye Hornyák Dóra van még Jezsikava és Vámos mellett a fiatalokon kívül, akik elsősorban, aki elsősorban bevethető. Ugye beállóban is két válogatott, megvannak a szélen is szerintem, ugye Korsos Dorina is több térszalagszakadáson van túl, de játszott Metzingenben, és most újra szintet akar lépni. A potenciál benne van, benne volt, tehát hogyha egészséges lesz és jó lesz a térde, akkor szerintem ott is jó, a kaposposzton is vannak ketten. A kispadon is erősek, tehát ott azért ott van egy Kudarki tév. Szilágyi Zoltán mellett, úgyhogy jó, tényleg én azt gondolom, hogy kiesett a Siófok egy picit, legalábbis én azt gondolom a dobogóra esélyesek, igazán esélyesek közül, független attól, hogy a hivatalos célkitűzést hallottuk náluk is, úgyhogy a Debrecennek, és még azt tegyük hozzá, hogy jó esélye van, azt akartam mondani, tegyük hozzá, hogy egy közös brand épül a labdarúgó csapat, illetve a kézilabda csapat szereplésével, vagy bevonásával. Úgyhogy még a Dzsudzsák is lehet, hogy bevethető. Nem, ezt. De én azt hiszem, hogy ez egy erőt feltételez már önmagában. A szabad lövéseknél. Na de egyébként a Planéta nyilatkozta, hogy Szilágyi Zoltán mindenben segítség van, és amíg jól dolgozunk, csupa mosoly az edzés. Persze, ha látja, hogy lazul a fegyelem, azért ránk pirít. Milyen az ő személyisége? Ti milyennek ismertétek őt meg? Mert amikor ilyen időkérések vannak, akkor mi azt látjuk belőle, hogy ilyen hihetetlenül nyugodt, összeszedett, olyan kis tanárúr feelingje van, de gondolom az állat őből is el tud szabadulni. Láttunk erre példát egyszer Érden, de alapvetően azért a nyugalom árad belőle, és szerintem hogy nagyjából így tudom elképzelni a munkamorált nála, ahogy Planéta Simonetta is leírta, ami nagyon is rendben van. Én szerintem nagyon nagyban függ, nem csak vele kapcsolatban tudom ezt mondani, hanem minden más edzőnél, az ő pillanatnyi idegállapota attól, egyrészt, hogy megy a csapatnak, hogy teljesítenek a játékosok, másrészt, hogy milyen a háttér. Tehát, hogyha nyugodt a háttér, tud nyugodtan dolgozni, most akkor biztos, hogy ez rendben van, és hosszú távon tervezhetnek az, hogy bebetonozzák magukat. A harmadik helyre egyébként tetszett a Planétának az a nyilatkozata, hogy ő neki jót tett ez a hosszú felkészülés, mert neki pont ez a jó, hogy a hosszú az alapozás, hogy nem kell kapkodni, van idő a felkészülésre. Ettől függetlenül szerintem neki biztos, hogy idő kell, ugye hát hihetetlen az, amit te is mondtad, hogy 291 napig gyakorlatilag nem tudsz játszani. Lesz, igen. Sérülések. Igen, szerintem egészen máshogy alakult volna az egész olimpiai ciklus a válogatottnak, hogyha a Planéta egészséges. Tehát ugye azután az Európa-bajnokság után az fogalmazódott meg az ember fejében, hogy micsoda hármas védőpár lehetne Tomori és Planéta.
Tehát mert Planéta zseniálisan védekezett ott az Európa-bajnokságon, viszont Tomori pont hiányzott a csapatból, és hogy ez a kettős nem állt össze, szerintem minőségileg mást jelentett volna. Könnyen elképzelhető, hogy a világbajnokságon sokkal jobb eredményt ért volna el a magyar csapat, és lett volna egy olyan biztos bázis a válogatottnak hátul, amire lehetett volna a fiatalokat építeni, akik nagyobb önbizalommal játszhattak volna, könnyen lehet, hogy még mindig Kim Rasmussen lenne a szövetségi kapitány, tehát hogy sok mindent megváltoztatott, de hát most ezzel nem lehet mit tenni, azért kell drukkolni, hogy Planéta ugyanarra a szintre visszaérjen. Egyébként, ha ezt mondod, hogy Szilágyi az látszik egy csomószor, hogy mennyire nyugodt az időkéréseknél, ez a típusú edző hiányzik gyakran, felnőtt szinten legalábbis a magyar kézilabdából. Tehát, hogyha összehasonlítjuk külföldi szövetségi kapitányokkal, edzőkkel a magyarokat, akkor azt látjuk, hogy gyakran a mieink sokkal feszültebbnek tűnnek, haragosabbnak. Igen, haragosabbnak. Most nem tudom, hogy ugye vannak olyan játékosok, akikre ez jó hatással igen. van, de vannak, akiknek sokkal jobb lenne, hogyha abszolút higgadtak maradnának. Jó, hát mondjuk a norvég női válogatott esete az külön, tehát egy izlandi jégcsap hűti le a kedélyeket, amikor még mit tudom, egy perc van hátra, és az EB döntőben egy gól a különbség, akkor is úgy tud beszélni a játékosaihoz, mint hogyha az edzésen magyarázná, hogy akkor a nyújtást hogyan kell majd a végén megcsinálni. Tehát ez más szint, de hogy szerintem kellene, hogy legyenek ilyen tipikus tanárbácsi. Egyébként a Golovin is ilyen, ha már így hasonlítgatunk. Őről is mindig azt látod, hogy inkább a nyugtatás a célja, ez a nyugodt tanárbácsi kellenek szerintem, mert azért a játékosok többségének lehet, hogy az a jó, hogyha azt érzik, hogy minden rendben van, nincs oka az izgalomra. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes. De akkor ide behozhatok csak egy fél gondolat erejéig egy másik csapatot, a Vác együttes. Mikor kértél te bármire engedélyt? Látszólag ez ilyen udvari jelszágigesztus. Ez csak egy, igen. Tudod. Ez egy az felesleges kör volt, igen? Igen. Tehát, hogy azért a Vác története az érdekes, nem? Hogy aláírnak gyakorlatilag előzetesen egy szerződést egy vezetőedzővel, Őze Beátával. És ma előzte meg az M7-esen, bocsi. Az erőléti edzővel, Szabó Andrással. Majd gyakorlatilag a munkavégzésük órákban mérhető, és nem napokban, hetekben, hónapokban, órákban mérhető, és megválnak tőlük, hogy nem egyezett a szakmai koncepció. De ott mi a jó Isten lehetett? Mi alapján kötöttek velük szerződést, ha nem a szakmai koncepció alapján? Ez azért nagyon érdekes, mert ugye meg lehet nevezni a Vácnál az első számú vezetőt, Kirchner Erikát, aki részben felel a női szakágért is, mint alelnök, vagy segédalelnök? Alelnök, Katalin, én úgy tudom, alelnök ő is. Tehát, hogy azért ez, bocsánat, de a vezetői képességekről szerintem elárul valamit. És utána órákkal akkor kinevezik Otto Katalint a saját utánpótlásból vezetőedzőnek, holott ez egy régóta letárgyalt történet volt, és mégis akkor derül ki. Hát én nagyon remélem, hogy a női szövetségi kapitányi poszt eldöntésekor alaposabb elemzésnek vetik alá a jelölteket, és nem a kinevezés után, az első összetartás első edzése után fog kiderülni, hogy jé, hát ez teljesen más, foci edzőt szerződtettünk, gyerekek. Hát ez lábbal játszhatja a lányokat, tehát nem lesz ez jó. Annyira megdöbbentő volt ez, hogy én is ott gyorsan utána olvastam, hogy Őze Beátának milyen a megítélése, a szakmai háttere, ki mit gondol róla azok közül, akik korábban vele dolgoztak, mi a szakmai hitvallása, és nagyon pozitív kép rajzolódott ki egyébként bennem. De mi lehetett a baj? Nem tudom. Kosárlabda edzést tartott? Vagy mi történt? És fiatalokkal dolgozott korábban, tehát itt is látszott, nagyon sok fiatal van, akikkel tevékenykednie kellett volna. Tényleg elképzelésem sincs. Mást akart játszatni a csapattal, mint amit? Ami följebbről jön. De mi az a följebbről? Bocsánat, amikor bejelentették, ezt írták róla, Őze Beáta a Ferencváros csapatában nevelkedett, csak ezek fontos igen. információk lesznek. Tagja volt a 94-ben és 95-ben bajnok, valamint kupa győztes csapatnak, ahol szakmai igazgatónk Németh András játékosa volt. Tehát a nagy zsákba macska szerintem ebben sem lehetett, hogy nem ismerték egymást. Na, ráadásul, tehát a szakmai igazgató játékosa volt. Igen.
és azt nem hihetjük, hogy Németh Andrásnak nincs szava szakmai kérdésekben, szakmai igazgatóként vácolt. Tehát te úgy gondolod, ez nagyon fura. Németh András szakmai elképzelésével nem egyezett? Én nem tudom, hogy ez így volt-e, csak így találgatunk, mert tényleg sötétben tapogatózunk, de valakinek az elképzelései vagy Kirchner Erikájéval, vagy Németh Andrásával nem egyeztek, vagy tehát hogy csak az a furcsa ebben, egyébként van is ilyen, nem egyeztek, oké, ismerjük, régóta dolgoztunk együtt, volt a játékosom, vagy nem tudom, Kirchner Erikával már nem játszott együtt. Összesen volt régen, ebben ezerszer találkoztam vele egyébként. De hogy ezt igen. Előtte kell tisztázni, ennyi. Valószínűleg sokat beszélgettek kézilabdáról is, de az ugye előtte a Pénzügyőr csapatában, az NB1 keleti csoportjában szereplő felnőtt női csapatot irányította. Ahol nagyon sok fiatal van. Tehát volt, meg van is elképzelése, ugye gyakorlatilag végzett kézilabda szakedző. Hát őt kéne megkérdezni, hogy őket. Szerintem Németh András azért általában ahhoz szokott hozzá, meg olyan a személyisége is, hogy azok a játékosok, akik vele dolgoztak, azok később is a mentoráltjai, és hogy hallgatni szoktak rá. Most lehet, hogy ez volt a tévedés, hogy azt gondolták, hogy Öze Beáta, hogy kevesebb vagy kisebb szabadságfokkal működik, mint általában az edzők, és mondjuk Németh András védőernyője alatt majd az ő elvárásainak megfelelően is tud dolgozni, és lehet, hogy mondjuk az első néhány edzés, vagy rögtön az első edzés után volt valami beszélgetés. Hát a Szabó András erőléti edző is távozott, ez is szerintem beszédes, és ugye azt írták, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy az általa szakmai stábja által kidolgozott munkamódszerek, valamint a kézilabdára alkotott filozófia nem egyezik meg. Na jó, de tehát ez azért vicces, egyrészt az vicces, hogy azt gondolják, hogy azért, mert valaki 94-95-ben Németh András játékosa volt, majd ugyanazt is fogja gondolni. Jó, de most ott tartunk, hogy ezt kvázi tényként emlegeted. De most mi lehetett a történet? Hát, jobb ötletem nekem sincs. Hát negyed századdal később is olyan hatással lesz rá Németh András, hogy majd végrehajtja az ő gondolatait. Több egyeztetés volt, és azt egyszer csak mondták, hogy ez nem fog menni. Tehát nem az volt, hogy azonnal kitették a szűrét, hanem gyakorlatilag hát néhány edzést több egyeztetés előzte. De attól még több egyeztetés előzte meg. Hát, de miről egyeztettek, hogy jó lesz ez a mez? Hogy hát ez a szakmai irány. Aha. Tehát, hogy akkor így akarom felkészíteni őket erőlétileg, ezt akarom velük játszatni, így akarom menedzselni a csapatot. Csak azért mondom, hogy szerintem itt időrendileg vannak problémák, mert ugye ezt az aláírás előtt lett volna. Tehát először elkezdte kiszállni. Az alapozást, és utána egyeztettek vele a koncepcióval. Hát, ez az. Igen, na most ez azért jó lenne, hogy ebben megegyezhetünk, hogyha a női kézilabda válogatott lenne, így történne. Egyetértek. Néztem az Építők magazint, és nyilatkozott benne. Hát nagyon örülhet Viktor, hogy végül nem súlylökő lett belőle, mert akár szombathelyen elvihette volna. Sőt, képzeljétek el, hogy a haladásból Komán Vladimirrel focizott együtt, talán, meg még valakit említett ebből a generációból, de aztán mégsem a foci, meg a súlylökés, hanem a kézilabda lett az ő sportág. A Viktor nagy örömére, ugye az egyik legnagyobb rajongó ül itt, Sipos Adrián személyét illetően. Mit vársz tőle? Igen, de azért Andris, sem tudom, hogy az életrajzából feltétlenül ezeket kellett kiemelni. Tehát továbbra is úgy érzem, hogy a bulváros vonal az téged inkább elvisz, mint a nem, szakmai. Nem, ezt csak azért tettem hozzá, hogy milyen öröm számunkra, hogy nem ezek a sportág vitték el. Hogy Sipos Adrián visszatér Veszprémbe. Uh-huh. Tehát, hogy a 2008-tól 2010-ig a veszprémi utánpótlásban dolgozott, méghozzá Kaló Sándorral, aki hívta is a csapathoz, meg utána azt hiszem, hogy talán edzője is volt. És Sipos Adrián az, aki az Erasmus programot, amit Nagy Laciék meghirdettek, sokkal hamarabb végrehajtotta, megszületése előtt, mert ugye 2010-től 2016-ig... Mármint az Erasmus program, és nem a saját. Igen, igen. Tehát, hogy 2010-től 2016-ig külföldön játszott. És utána tért vissza a Tatabányába. Jó, mondjuk nem BL-ben, vagy Európa Ligában szereplő nyugati csapatoknál, hanem Romániában kézilabdázott, de csak külföldre ment azért, hogy játék lehetőséghez jusson, és onnan kapaszkodik vissza. Tehát ő hamarabb meglelte azt az utat, amit a magyar kézilabda még a mai napig csak keresgél. Mondjak erre egy nevet? Nem jut ez? Sukti Muzsin? Sukti Muzsin. Igen. Ugyanez nagyjából. Igen. Csak ő egyből, ha jól emlékszem, egyből Veszprémbe tért vissza Konstancáról. Úgyhogy ugye Konstancán támadásban is meghatározó játékosa volt egy egyébként BL-ben is szereplő együttesnek, majd lett védőspecialista. Sipos Adrián már nem fiatal annyira, viszont mondjuk megnéztem, hogy Tobias Carson 38 éves koráig tudott első számú védőspecialistája lenne egy bizonyos Flensburgnak, tehát akkor még előtte is van 7-8 év, hogy a Veszprémben az legyen, de igazából az az érzésem, hogy ez egy kicsit
Ha ló nincs, akkor Sipos Adrián is jó. Tehát a brazil játékos, hogy így kiesett nyilván a érdekes körülmények között, amit azóta sem tudunk, hogy miért, mert hát maga az nem. A bejelentés, meg utána az, hogy ő hova igazolt, ugye a Sámannal együtt fog játszani a Benficánál. Igen, és mondta, hogy régi vágya volt, hogy Portugáliában játszhasson, ezt mondta Porályos. Hát igen, mert ott az anyanyelvén beszélnek. Igen, bizonyára ez befolyásolta. De nem erre gondoltam, hanem arra, hogy ugye Nagy Laci, amikor bent volt nálunk, akkor kiemelten beszélt arról, hogy a védekezést valahogy fel kell építenie a Veszprémnek, mert hogy ez volt szerinte az előző szezon legproblémásabb tényezője, és egyébként ebben csak egyetérteni lehetett vele. És akkor utána jöttek a pletykák, a szurkolók láttak ilyen-olyan jó játékosokat Veszprémben, ugye Vincsek felbukkanásáról írtak. Aztán Virám Oroszt emlegették, mint egy esetleges megoldást a védőspecialista posztra. Most ehhez képest számomra ugye az a meglepő, hogy Virám Orosz a Füksze Berlinhez ment, tehát nem egy BL csapathoz. Mondjuk az most már látszik, hogy ugye a Füksze próbál erősíteni meg Gitzelt, az olimpia MVP-jét 2022-től megszerzik, tehát lehet, hogy Morosznak tudtak egy olyan képet mutatni hosszú távon, ami miatt érdemes volt oda menni, de ráadásul olyan későn született meg Sipos Adriánnal a megegyezés, ugye a Tomori esetében említettem, hogyha a Fradiba jönne, akkor már megegyeztek volna, mert annyira kézenfekvő. Uh-huh. Sipos Adriánnál is azt gondolom, hogyha ő lett volna az első választás, akkor sokkal hamarabb kiderül, hogy Veszprémbe megy. Ez egyértelmű, mert a közleményben is benne volt, uh-huh. hogy gyakorlatilag pár héttel ezelőtt egyeztek meg, és a Tatabánya kvázi jó fej volt, és elengedte, illetve kötöttek is egy ilyen háttér együttműködést. Úgyhogy innentől kezdve, hogy nem ő lett volna az első számú jelölt, azért felmerül a kérdés, hogy a válogatottban ugye láttunk tőle fejlődést, meg jobb teljesítményeket, de hogy a Veszprémben nem két hétig kell magas szinten játszani, hanem egész éven keresztül kellene jól védekeznie, hogy ez benne van-e még, mert ez egy újabb lépcsőfok. Tehát itt fejlődni kell. Hiába láttuk, hogy bizonyos tekintetben előrelépett, hogy ezt is meg tudja elépni. Meg tudja. Hát szerintem benne van a védekezésben, de hát nyilván a kémiától is függ, hogy hogyan tud összedolgozni a többi védővel, Blagotinsekékkel. Azt most még én nem látom. Meg a Ligetvárival ugye. De ma este, ugye hétfőn délelőtt vesszük fel a műsort, ma este már a Neccsellel játszanak. Csak nem te közvetíted. Csak de, és aztán csütörtökön a visszavágó, tehát a következő műsorunkra már remélhetőleg ezt a csapatot, tehát az illetve első még a csapatot. Kínál is játszanak talán addig. Tétmérkőzéseken is látjuk, hogy ez Cseha Liga még az előző szezon Final Four-ba jutásáért zajló párharca, és utána nem sokára jön majd a Final Four is. Ez egyébként felvet egy másik kérdést, ami már Ligetvári Patrikra vonatkoztatható, hogy ugye, ha Sipos Adrián védőspecialista, jelen pillanatban ugye feltételezéseink szerint lehet az, bár ő azt mondta, hogy szeretne támadni is, Suk Timuzsini szeretett volna támadni, de mondjuk András Nilsson nyilvánvaló fog támadni. Az a kérdés, hogy Blagotinsek vagy Sipos Adrián fog, vagy esetleg mind a ketten. De ha Sipos, amit most mondjuk nagy valószínűséggel megtehetünk, hogy elsősorban védekezni fog, akkor Ligetvári Patrik személyében szükség van egy másik védőspecialistára, vagy Ligetvárit megpróbálják ugye az egyébként kialakult helyzetnek egy kicsit megfelelően többet játszatni szerintem, támadásban. Szerintem ez kell, hogy legyen a terv pillanat. Nem tudom elképzelni, hogy egyszerűen sútba dobnák ezt a lehetőséget Veszprém. Mert ugye Markussen elment, Borozán egy nagyon jó kateri klubot választott magának. Igen. Ő nem mondta, de szerintem biztos, hogy nagyon régóta oda vágyott már. Igen, és szerintem egyébként lehet, hogy a Szerbiától, Montenegrótól mért földrajzi távolság szólt a katari klub mellett elsősorban, ugye, hogyha a hírek igazak, hogy ő neki konfliktusa volt a Szerbiához köthető személyekkel, akkor ez mondjuk egy jó választás. Tehát mehetett volna Új-Zélandra is kézilabdázni, de... Lehet, hogy ott legjobb a védekezés, pardon, a védelem. Tehát, hogy ő neki összejött az élet, tehát ez így kijelenthető, de Ligetvári Patrik viszont Laugéval marad ott gyakorlatilag bal kettőben, kettesben, hogyha nem számítjuk, hogy Nenadić ugye szintén tud. De számíthatjuk de szerintem. De számítjuk azért, viszont a Tatabánya ellen az egyébként zárt kapus mérkőzésen a statisztikai lap alapján 4-4-et lőtt Ligetvári, feltételezem a játszott támadásban is, tehát
Most az egy kérdés, hogy melyik magyar lesz védőspecialista. Jó, hát azt nyilatkozta az Ilics, hogy szeretné azt is, hogyha a Sipos a támadást is tudná segíteni, de tudja, hogy ez majd idő kell. Nekünk is majd idő kell, hogy ezt megítéljük, viszont az már tény, hogy új csapatkapitánya van ugye a Veszprémnek, volt a Nagy Laci, majd lett a Lékai, és most ugye a Dán Lauge, és engem ami meglepett ebben az egészben, de lehet, hogy én nem tudok mindent, sőt ez biztos. Vagy nem tud semmit. Vagy nem tudok semmit, igen, ezt így is lehet mondani, hogy az Ilics nevezte ki, tehát engem igen. Ez meglepett. Hát van, ez egyébként klubonként változó. Uh-huh. Hogy csapatsportágakban, hogy vagy kijelöli az edző, vagy megválasztják a csapattársak. De ez olyan fura, nem? Tehát igazából a csapatkapitány az a csapat által választott személy, akit mindenki elfogad, nem az edző által kijelölt. Nekem ez nem kukacoskodás, de nagyon fura. Hát igen. Tehát például közülünk nyilván azt csinálunk, hogy egy fehér lapra fölírnánk, hogy András, Krisztián Viktor, és akkor eldöntenénk, hogy ki... És mindenkinek lenne egy szavazata, magára szavazna. Jó, de nyilván való. Egyébként azt úgy, hogy ő magára szavazna. Ugye hát ilyenkor az edző szava dönt, és ki az edző, ez a kérdés. Ugye én vagyok az A. Ebben igen, ebben az esetben te. Tehát akkor ezt megszavaztuk, de hogy egyébként... De a mi csapatunk a szakmai is. Egyre több helyen van ez így, és lehet, hogy már szinte mindenhol, mert hogy most fontosabbnak tartják azt, hogy az edző és csapat közötti viszony legyen rendezett, és ne a csapatot képviselje elsősorban a csapatkapitány, hanem az egyensúlyt. És erre lehet, hogy Lauge a megfelelő személy, meg ő az, akiről egyébként itt a szünetben sokszor hallottuk, hogy talán az ő személyisége hiányzott az előző szezonban a csapatban, mert ő az, aki lelkesíteni tudja a többieket. Persze így könnyű mondani, hogy ő nem volt. Tehát, hogy mert lehet, hogy ha lett volna ugyanígy ilyen eredményt ér el a csapat, és nem tud lelkesíteni, így, hogy nem volt, lehet azt mondani, hogy ő tudott volna lelkesíteni. És Lékai, ez most... hogy élte meg még engem, ez hát, is érdekel. Megmaradt helyettesnek, nem tudom, hogy hogy élte meg, de most azon gondolkodom, hogy Nagy Lacival beszélgettük, vagy egy magánbeszélgetésben hallottam én, amikor szóba került, Andris szokta ezt a kifejezést használni, hogy ki lehet a vezérbika, és hogy sokan elégedetlenkedtek, hogy Lékai Mátéban nincs meg az a karizma, meg egyáltalán, hogy miért ő a kapitány. És Lauge neve elhangzott, emlékszem. És nem tudom, hogy Lacitól vagy sem, de hogy... De hogy én szakmai berkékből hallottam. Én is, tehát, hogy benne megvan, megvan az, ami egy csapatkapitánytól elvárható. Ha játszik nyilván, mert... Meg lehet, hogy kicsit a közönség óhajának is megfelelően háttérbe szorították Lékai Mátét, ami nem tudom, hogy mondjuk majd a pályán töltött percek tekintetében is mérhető lesz-e. Ez egy más kérdés. No, hát erre a mai műsorra még nem tudom mennyi időnk van, de mindenképpen szerintem azért a férfi U19-es válogatottról beszéljünk, mert hogy ők azért minden úgy csináltak, hogy végül is a múltkori műsorban Egri Viktor kérte vagy ajánlotta, és ezt nem én mondtam, hanem még a felvétel előtt te mondtad, hogy ezt mindenképpen hozzam szóba. Tulajdonképpen megnyerték az utolsó öt meccsüket. De nem ezt mondta a Viktor, tehát nem, ő taktikailag. Nem. Nyilván. De hogy a Pásztor Pistáék gyakorlatilag, meg a Kárpáti Krisztiánék hozták azt az utolsó öt meccsen, amit vártam, is volt ez, ha valaki nem tudná? Most összességében az egésszel kapcsolatban az a meglátásom, hogy nagyon szerencsétlen volt, hogy a svédek ellen játszotta a magyar csapat az első meccsét. Ugye meg a spanyolokkal a másodikat. Most hozzátenném, hogy azon a mérkőzésen volt X-nél egy utolsó magyar támadás, ahol Fazekas Gergő betört az ellenfél 1-es és 2-es védője között, és az én meglátásom szerint két kézzel lökték, tehát 7-est kellett volna adniuk a bíróknak, nem adtak 7-est, és az ellenfél támadhatott és gólt lőtt belőle, így veszítette egy góllal a magyar csapat. Ha azon a meccsen nem ez történik, akkor szerintem az együttes akár a 4 bejutása is esélyes lett volna, de a 6-ba mindenképpen odaérhetett volna. Ugye a másik csapat, amelyiktől a kikapott, az a spanyol volt, a második mérkőzésen játszott velük a csapat, és 2 góllal maradt alul. Ők bronzérmesek lettek. Ők bronzérmesek lettek, de innentől kezdve is, meg az egész eseményen azt lehetett látni, hogy ez a csapat fejlődik. Tehát nem az volt, mint a női együtteseknél, hogy egy eleve összeszokott társaság elmegy, és szinte klubként kézilabdázik, hanem itt érezhető volt, hogy összeérnek, és a stáb is egyfolytában változtat piciket a taktikai dolgokon, amikkel előrelép az együttes. És itt szerintem a végére egy egészen magas színvonalra jutott el a csapat. Egyre többet védekezett nyitottban, amit én ugye felvetettem itt, hogy az NB1B-ben a Veszprém, amelyik ide is a legtöbb játékost adja, az nyitottat védekezik, és hogy abban milyen jó Lukács Péter, és ezt a védekezést alkalmazta már első számú védekezésként a magyar csapat. Továbbra is tartom, hogy Fazekas Gergőnek extra kvalitásai vannak, ő ugye egy évvel fiatalabb is, mint az itt résztvevők többsége.
ő volt a legjobb játékosa a nagyon fontos spanyolok elleni meccsen és az utolsó franciák elleni mérkőzésen is. 8 gólt is szerzett, igen. Extra képességekkel rendelkezik, de Lukács Péter is nagyon magas szinten játszik. Akkor ő is feljebb volt? Zorán, mert őt azért kritizáltad egy kicsit. Hát az elején szerintem nem játszott olyan jól, de ennek lehettek olyan okai, amik a taktikával, meg az összeszokatlansággal jó, mondjuk ki, hogy változtattak a vakszadása után, igen. Illich Zorán is és Pergel Andrej is szerintem nagyon tehetséges játékosok. Szélen is vannak olyan kézilabdázók, akik szerintem vihetik nagy válogatottságig, ami nagyon nagy dolog, mert az utánpótlás korosztályból nem feltétlenül jutnak el oda játékosok. Tehát én nekem az az érzésem, hogy egyéni minőségben nem biztos, hogy rosszabb ez a fiú generáció, mint az egyébként Európa-bajnoki címig jutó lány generációk. És egyébként ez ugye 9. helyet eredményezett. Az utolsó meccsen 10-zel verték a franciákat, tehát azért akármilyen... Előtte a norvégokat 7-tel. Igen, tehát hogy a franciák, ezt akartam mondani, a franciák, norvégok végeztek mögöttünk, és akik előttünk végeztek, hát nincs olyan ország, amelynek ne lenne erős a felnőtt válogatottja, és mellé az utánpótlása. És hogyha így nézed ezeket a meccseket, vagy nézitek ezeket a meccseket, akkor mi az, amit láttok, mi az, amiben viszont nagyon nagy előrelépésre lesz szükség? Nem a ezek szerint nem a taktikai repertoárban, hanem elsősorban a fizikai? Szerintem nem. Szerintem az a kérdés ugye ilyenkor, hogy még kiben mennyi van. Uh-huh. Ugye a Fazekas Gergő esetében azért volt nehezebb ebben a válogatottban játszani, mert egészen más szisztémában működik a válogatott, meg az összes többi klub, mint az élesféle veszprémi csapat, ahol Fazekas Gergő egyegyező kvalitására épül szinte minden. Ezeken a mérkőzéseken is akkor tudott kiemelkedőt alkotni Fazekas Gergő, amikor mondjuk, hogy bal kettest játszott, Lukács Péter pedig irányított, és akkor volt egy labda nélküli helycsere, és ő lendületből az egy-egyes képességét felhasználva vihette esetleg középen rá a labda. A spanyolok ellen tipikusan ebből lőtte a gólokat, de a norvégok és a franciák ellen sokat. Tehát, hogy itt egy más játékba kellett beilleszkednie. De ő neki valószínűleg ehhez hozzá kell szoknia, hogy nem minden csapat játszik abban a rendszerben, amihez ő hozzá van szokva. Az alkalmazkodó képesség nagyon nagy kérdés, és én a védekezésben láttam, főleg az elején, iszonyatos hiányosságokat. Hozzá kell tennem, hogy van még egy rejtett fegyvere ennek a fiú csapatnak, Temesvári személyében, aki Békés FC-ben, vagy KC-ban, az FC az foci csapat. Tehát most már nem tudjuk, hogy ki lábbal, ki kézzel, ugye ez Kisner Erika és a Vácz ott a kérdéses. De hogy ő onnan került a nekára, és az az érdekes, hogy 2 méter fölötti játékosról van szó. Én nem néztem az NB1B-ben a nekát, de ugye utána kérdeztem, és aztán ugye, hogy telt a múlt az idő, kiderült, hogy ő balkezes, mert addig nem fogott labdát a kezében. De már ugye az Európa-bajnokság második felében felért támadásokkal egy-egy gólt is szerzett, tehát egy 2 méter fölötti balkezes védő specialista, aki már a nyitottban, hátsó középsőként sokkal jobban védekezett, mint hármasban, amikor le tudták választani, és túl sok egy-egyre kényszerült. Úgyhogy egy ilyen kis magyar Krisztopánsz, vagy egy fiú kicsi planéta szerintem ő, akiből meglátjuk, hogy hol tudják majd kihozni a maximumot, de ezekkel az adottságokkal nagyon sok lehet benne, hogyha sikerül megfelelő mennyiségű izmot rátenni, ezzel együtt felgyorsítani, aztán más kérdés, hogy gondolkodásban is tud-e vagy gyorsulni. Tehát sok a kérdés, de én szerintem sok olyan játékos van ebben a csapatban, akiben benne van a potenciál. Kérdés, hogy mennyit játszanak mondjuk a nagy csapatban, mert hogy oké, hogy játszanak majd az U22-ben, a Szegednél is, vagy esetleg a Veszprémnél is. Hát ez mindig nagy kérdés. Veszprémnél most már oda sorolják nyilván őket is, a nagy csapat, az Ilicset is. Nagyon csak mennyit játszanak a nagyok között. Igen, ez a Lukács is. Mert ugye az NB1B-ben ez a társaság, Pergel, Ilics, Lukács, iszonyatosan sokat voltak pályán. És nyilván az NB1-ben, a nagy Veszprémben nem tudnak ennyit pályán lenni. Ez az. Ugye Bohus Bea, aki az U17-es Európa-bajnok csapatnak a szövetségi edzője a lányoknál, ő nyilatkozott erről, hogy nagyon reméli, hogy ezek a játékosok most már majd az idősebbek között is lehetőséget kapnak, illetve játszhatnak a saját korosztályukban is. Ami azért fontos, hogy legyen egy megerősítés, hogy ők bizony nagyon tehetségesek, mert a nagyobbak között gyakran ez nincs meg, mert
mert még messze vannak a nagyobbak súlyban, tapasztalatban, és akkor ilyen rossz behatások is érik a fiatal játékosokat, amik az önbizalmukból farigcsálhatnak. Ezért fontos, hogy a saját korosztályban is lássák, hogy ők milyen jók. Na, gyorsan ránézek, hogy gyorsan nem jelentettek-e be valamit a kézilabda világában. Egyelőre nem olvastam semmi frisset, úgyhogy ha délután lesz, akkor ne lepődjetek meg a címünkön. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.